Az Ótestamentum. A forgatókönyvet írta Luciano Scaffa. Zenéjét szerezte Paolo Zavalone és Guido de Gaetano. Ábrahám vándorlása. Gyerünk! Indulás! Árán királya tudni akarja, miért döntöttél úgy, hogy elhagyod a várost marháiddal, szolgáiddal és minden ingóságoddal. Ha valamelyik városlakó megbántott, a király megbünteti, hogy igazságot szolgáltasson neked. Nagyon kér, maradjatok! Megint itt vagy, Isten már tudja, hogy mit kívánsz.
Nem látod, hogy Ábrám azért menekül a városból, mert fél Harán istenének haragjától? Régebben ő is áldozott neki, és könnyes szemmel könyörgött hozzá a templomában. Most pedig elhagyja Harán városát, és megsérti istenét. Ábrám, vissza kell térnetek, Harán istene parancsolja ezt, engedelmeskedj, ugye te is félsz tőle? Harán istenétől már senki sem fél, ez csak egy kőből faragott isten, mindenki tudja. Micsoda isten, káromló! Te meg parancsnok, kérlek, mondd meg uradnak, a királynak, hogy üzleti ügyben Kánaán földjére megyek. Nagyra becsülöm őt és városát, és ha módom lesz rá, visszatérek. És megkérnélek, hogy ezt az ajándékot jó kívánságaimmal együtt add át uralkodódnak. Értékelni fogja. A király biztosan értékelni fogja. Folytathatod az utadat, Ábrám. Harán városába, amikor csak akarsz, nyugodtan visszatérhetsz. Mindig szívesen látunk. Légy átkozott! Harán istene majd megbüntet! Itt van a mester! Remélem, hamarosan megpihenhetünk. Hosszú út vár ránk. Nem félsz, hogy Harán istene bosszút fog állni rajtunk? Az csak egy kő, asszony. Csak egy kő, semmi más. Miért kéne félnünk tőle? Miért kellett eljönnünk Haránból? Te már így is gazdag vagy, minek kell neked még több? Te nem érted, hogy én mit keresek. Ha megtalálod, megosztod majd velem? Ha akarod, te is megtapasztalhatod ezt a gazdagságot. Mesélj nekem arról az istenről, akivel tegnap este láttalak beszélgetni. Mit akarsz tudni, asszony? Ez az isten betartja az ígéretét. Ad nekem gyermeket. Idejében megtudod majd, asszony. Te is látod ott azt a hatalmas fekete felhőt? Persze, hogy látom, az csak egy felén közelgő vihar. Mindjárt ideér. Én félek, Ábrám. Ábrám, én félek a kőből faragott isten bosszújától. Lesújt az átka. Ábrám, forduljunk vissza. Ha visszamegyünk, akkor megbocsát. Én nem hiszem, hogy a kőből faragott isten küldte ránk ezt a vihart. Ábrám, könyörgöm, forduljunk vissza. A mi istenünk, asszony, a hatalmas, láthatatlan isten, a mindenható úr. Akkor könyörög hozzá, hogy mentsen meg minket. Na, gyertek! A te istened megmentett.
Te tényleg itt akarsz maradni? Ez Kánaán földje, de mi még nem értünk vándorlásunk végére. Nézd, az a Csekem városa. Vissza fogunk ide térni, ha utazásunk véget ér. De mikor? Az csak az örökké való tudja. Hol vagy, uram? A szolgád itt vár rád. Ábrám. Ó, itt vagyok, uram. Látod, milyen gyönyörű vidékre érkeztél? Ha azt parancsolod, itt maradok. Magzataidnak adom ezt az országot. Akkor hát tényleg igaz. Akkor valóban lesz gyermekem. Oly boldog vagyok, uram, hogy másodszor is ezt mondod nekem. Mert az ember semmit sem ér, ha nincsenek gyermekei, uram. Semmit sem ér. Annyi utódot fog születni, mint égen a csillag, mint tengerben a homok. Én a kezedben vagyok, uram. Építek neked egy oltárt ezen a helyen, és áldozatot mutatok be a tiszteletedre, mindenható uram. Az Úr keze vigyáz ránk. Induljunk! Uram, itt sincs víz. Ez volt a 8. kiszáradt kút. Valahol muszáj vizet találni. Azt mondtad, hogy Isten vigyáz ránk és megvéd minket. Jáve arra vár, hogy bizonyítsuk a hitünket. Azt várja tőlünk, hogy mindnyájan bizonyítsuk a hitünket, asszony. Nincs más hátra, a hatalmas Nílushoz kell mennünk, a folyóhoz, amely sosem apad ki. Uram, nézz oda! A rablók! Mindenkit megöltek, nézzétek! Nekünk tovább kell mennünk. Az emberek fáradtabbak és szomjasabbak, mint a vadállatok. Ami megtörtént, az megtörtént. Nincs mit tenni. Kegyetlen vagy. Semmi sem tarthat vissza, hogy segítsek a bajba jutottakon. Kerüljön az bármibe. Gyerünk! Azt parancsolom, hogy kövessetek! Kinek van joga elvenni az élet ajándékát, amelyet te adtál, uram? Ott van egy leány. És ez még gyermek? Rabszolgának született. Minek nevezzük? Legyen a neve Hágár. Akkor Hágár legyen a neved. Gyere velem.
hatalmas istenség lakhat ebben a templomban. A templom hatalmas, de a benne lakó istent is csak kőből faragták. Miért nem kéred meg, hogy adjon neked egy gyermeket? Sosem fogok kőből faragott istenhez fohászkodni. Én tudom, hogy az örökkévaló, aki hozzám szól, a mindenható és láthatatlan, az egyetlen igaz Isten. Akkor meg Ábrám, miért nem ad neked gyermeket? Az örökkévaló megígérte, és én hiszek benne. Makacs ember vagy, Ábrám. Micsoda makacság. A város végén hatalmas piac van. Eladhatjuk a szőnyegeinket és a marháinkat. Sok pénzt kereshetünk. Minek hoztatok ekkora szőnyegeket? Sehol sem férnek el. Viszont befér a te palotádba. Csak neked hoztam, hogy te vedd meg. Ízelex kereskedő? Mi a neved? Ábrám a nevem. Harámból jöttem. A szőnyegei szépek. Megveszem. Szárai! Szárai! Ki szólít? A fáraó kíván látni nemes hölgy. Engem? De hát alig láthatott. Ne csodálkozz, a fenséges fáraó olyan, mint egy sas. De én nem mehetek. Amint visszatért a palotába, megparancsolta, hogy vezessem hozzá Szárait, a kereskedő húgát. Azt mondta, sosem láttam még ilyen mosolyt. Azt akarom, hogy rám mosolyogjon. És ha nem megyek? Ha nem jössz, akkor meg kell, hogy öljelek. Azért jöttem, mert vissza akarom kapni a húgomat, akit maga a fáraó rabolt el ma estére. Ne aggódj, barátom, a fáraó busásan megfizet. Nem kell a pénz. Mondd meg a fáraónak, hogy nem hagyhatom őt itt. Túlságosan drága nekem. A fáraó mindig bőkezően fizet azért, amit elvesz. A te esetedben sem lesz másként. De nekem nem kell pénz. Ne félj, visszaküldi. Elvesztetted. Térjünk haza. Uram, hallgasd meg szolgádat! A kétségbe esett Ábrám szólít. Hallgatlak, Ábrám. Mi nyomja a szívedet? Uram, hallgasd meg szolgádat! Hallgass meg, uram! Ne hagyd, hogy Szárainak bántódása essen, ó, uram! Nem te fogod megmondani, hogy mit tegyek. Nem te, Ábrám! Nem, uram. Ehhez nincs jogom. Miért nem mondtad meg a fáraónak, hogy Szárai a feleséged? Mert féltem, hogy akkor a fáraó megöl, hogy az övé lehessen Szárai. Hazudtál, Ábrám. Kérlek, ne hagyj el! Ábrám nem a bátyám, uram, hanem a férjem. Hazudsz, asszony! Csak kibúvókat keresel, hogy elengedjelek! Sosem hazudtam neked, fenséges fáraó. Rettenetesen aggódom érted, uram. Mi történt? Megmozdult a föld! Fenséges fáraó, jobb, ha tartasz Ábrámtól. Miért kéne tartanom Ábrámtól? Mert esténként ő az istenével beszél. Na és? Válaszolni szokott neki. Hozzátok ide a vénembert azonnal! De kit hozzunk, uram? Ábrámot, a kereskedőt! Istened szeret téged, Ábrám. Ő az én Istenem is, mert megmentett.
most, hogy a fáraó elkergetett, hová vezetsz bennünket? Visszatérünk Kánaán földjére. Az éhínség véget ért, mi pedig még gazdagabbak lettünk. Ez nem igaz. Semmivel sem lettünk gazdagabbak. Hogy mondhatsz ilyen ostobaságot? Nem látod, mi sok a marhánk, és mennyi aranypénzt kerestünk? Hát nem érted. Mindaz, amit szereztél, kevés, mert az Úr még mindig nem adott neked gyermeket. Hagyd el országunkat, Ábrám! Ha visszamersz térni, meghalsz! Ne aggódj! Soha többé nem térünk vissza! Ábrám és törzse átkelt a Negev sivatagon, és visszatértek Kánoán földjére, mely vizekben és terményekben páratlanul gazdag volt. Itt azonban számtalan ellenséggel kellett szembenéznie Ábrámnak, hogy megvédje családját, törzsét és vagyonát. Ábrám számtalan kemény harcot vívott, és mindig győzött, az örökkévaló segítségével, ki őt sosem hagyta cserben. Az örökkévaló úr nevében Ábrám szövetséget kötött Málkicedek királlyal, kinek szintén Jahve volt az istene. Málkicedek Ábrám istenének, az örökkévaló úrnak volt a papja. Málkicedek király kenyeret és bort vitt elébe, és segítséget nyújtott Ábrámnak. Áldott legyen a legfelsőbb Isten, ki az eget és a földet teremtette, aki elleneidet kezedre adta. Te is légy áldott, Málkicedek, ki szintén a legfőbb örökké való Isten szolgálat. Teltek múltak az évek, és a legfőbb Isten mindig vigyázott hűséges szolgájára, Ábrámra. Hány éves a szolgáló leány? 15. Nagyon szép, ugye? Nem leszek szomorú, ha megteszed azt, ami jogodban áll. Tudom, hogy megtehetem, de akkor is. Ábrám, te nagyon jó ember vagy. Már sok éve, hogy eljöttünk Háránból. Követtük az Úr szavát. Hosszú évekig vártuk, hogy gyermekünk szülessen. Ha az Úr megakadályozta, hogy gyermekem fogadjon, akkor ez talán egy jel. Ismét csak azt mondom neked, Ábrám, menj el a szolgáló lányommal. Hát, ha szül neked egy fiút. Ábrám megfogadta Szarai tanácsát. 10 évvel azután, hogy Kánoán földjére érkeztek, Szarai Ábrámnak adta feleségül egyiptomi szolgáló leányát, Hágárt. Hágár teherbe esett és fiút szült Ábrámnak, ki az Ismáel nevet kapta. Légy áldott az örökkévaló Úr nevében! Óvja az Úr a gyermeket, kit adott nékem! Ismáel! Legyen a neve Ismáel! Magyar hangok. Pap János, Vas Gábor, Barbinek Péter, Menszátor Magdolna, Varga Rókus, Kovács Nóra, Szersény Gyula. Magyar szöveg Margitta Nóra, szerkesztő Barabás Klára, hangmérnök Balogh Balázs, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Tóth Flóra, szinkronrendező Lengyel László, produkciós vezető Milassi Nákos. A magyar változatot az MTVA megbízásából az Artin produkció készítette. A filmet rendezte Bong Kyung-an.